Szia! Szia, Pali vagyok. Vivian, szia! Szia! Hogy vagy? Jól, és te? Meg vagyok, szuperül. Örülök. Ja, váratlan látom. Találkozás. A legtöbb nő úgy gondolja, hogy egy férfi igenis legyen magasabb nála. Tehát szerintem ez a biztonságot is jelentheti. Nem csak a magasabb ember önnél tapasztalhatod meg azt a biztonsági érzetet, vagy azt a támaszt, az erőt, hanem egy nálad alacsonyabbtól is. Tinédzserkor a világ legrosszabb időszaka. Az volt az iskolában is, hogy mondjuk klikkesedtek az emberek, és én nem voltam a klik tagja. Tehát egy különálló voltam. Fiúbarátaim voltak, ők nem csúfoltak, tehát inkább a lányok, vagy kisebb gyerekek az iskolában. Mert én azt nem szerettem, amikor vannak olyan sorstársaim, akik minden ilyen tömegsértődnek, és akkor bedurciznak, mint a csivavák nyakra támadnak. Ez jó kérdés. Számít az ágyban a magasság? 3, 2, 1. Egy öntetű, nem? Hát nem a méret a lényeg. Vízszintes emnek pláne. Igen.